470 éve történt, hogy az egri vár védői hősiesen megvédték Magyarország egyik legfontosabb végvárát, a hódító törökök pedig megszégyenülten kullogtak el falai alól. Ezzel a szívmelengető témával köszöntjük Önöket, nézzük, mi minden lesz a mai adásban. Eredeti várfalak és titkos járatok. Mi maradt ránk a 16. századi egri várból? Regény, film és a valóság. Mennyire hiteles Gárdonyi regénye és az abból készült 1968-as film? Aki törökre fordította az egri csillagokat? Hogyan fogadták a törökök a magyar regényt? Bátor asszonyok a várfalakon és a törökkori divat. Mit viseltek eleink a 16. században? Az igazi dobó. Mi lett a sorsuk a legendás győzelem után az egri hősöknek? Amikor 1552 őszén a törökök felvonultak Egervára ellen, csupán néhány ezer fős őrség védte a várat a hatalmas túlerővel szemben. Lássuk most az eredeti helyszínt, ahol mindez történt. Itt vagyunk az egri várban, ahol Dobó István 38 napig nézett farkas szemet a török csapatokkal, és hogy mi volt végül is a sikerének a titka, az rögtön kiderül. Kezdjük először is a számokkal, hiszen ahány forrás, annyi szám. Hány főből állt pontosan a magyar, illetve a török sereg? Hát egészen pontosan nem tudjuk megmondani. A Tinodi forrás, a Tinodi szerint körülbelül 2000 főnyi volt a magyar védősereg, ebből 1800 fő lehetett a hivatásos katona, többiek civilek, mesteremberek, segéderő. Az oszmán hadseregről is nagyon nehéz pontosan megmondani, körülbelül 40 ezer katonával számolhatunk Eger alatt. Minden katona, aki itt harcolt az ostrom alatt, az önként vállalta a harcot. Saját jószántából maradt bent a várban, mód és lehetőség nyújt volna arra, hogy megszökjenek vagy itt hagyják a helyőrséget, de aki itt maradt, az mind harcolni akart és vállalta ezt a feladatot. Ne pörköljek erejük, kapitány uram! Nem lövünk. Aki érkezett, az mondjon jó napot! Dobóról érdemes tudni, ő, aki hosszabban élt, és ugye bőségesebb iratlanul maradt fönt róla. Róla érdemes tudni, hogy egy meglehetősen erőszakos és katonás, harcias egyéniség volt. Nem nagyon tűrte az ellentmondást, meg az ellenszegülést. De ez kellett a győzelemhez? Hát nyilván kellett a győzelemhez, egy ilyen nagyon feszített és nagyon szorult katonai helyzetben enélkül nem is lehetett volna tevékenykedni valóban. Volt ugye egy fegyverünk, amit Borna Misza Gergely talált föl talán? Tüzes kerék a neve. Azt kell tudnunk róla, hogy ő nagyon sok mindent ismert. Tehát a korban azért ez a hadmérnökök, illetve a tűzmesterek között egy ismert szerkezet volt. De azt kell látnunk, hogy ő kiválóan ismerte az egész korának haditechnikáját. A lőpor és az ágyúk meg a lőfegyverek ebben a korban már nagyon fontos szerepet játszottak, és különösen a válharcban volt ennek nagy jelentősége. És a védelem gyakorlatilag a tüzes szerszámokra, az ágyúk és a puskák ösztüzére épült. Ez nagyon fontos volt, hiszen a 2000 ember csak önmagában, testerővel, szabjával, hidegfegyverekkel nem lett volna képes feltartóztatni az oszmánokat. Ugye a lőporraktár fölrobbant, meg azért történtek itt olyan dolgok, amik esetleg kudarchoz is vezethettek volna. Igen, hát mindenképpen meg kell említeni a lőporrobbanást, az egy kardinális kérdés és nagyon veszélyes pontja volt az ostromnak. Szerencsé, hogy már viszonylag a végén következett be az ostromnak az utolsó szakaszában. Hogyan fogadták a sikert? Tehát hogyan dolgozták fel azt, amikor egyszer csak látták, hogy elvonulnak a törökök? Sejthetjük, hogy milyen megkönnyebbülés lehetett ez számukra, és szerintem ők maguk sem hitték, hogy ez sikerülhet. Gondoljunk bele abban, hogy itt körülnéztek, és a várból, bárhova néztek, mindenhol fehér török sátrakat láttak, ameddig csak a szemmel látott. Tehát ez szörnyű lelki teher és lelki nyomás lehetett a katonákon. Elképzelhetjük a megkönnyebbülést akkor, amikor tapasztalták, hogy török had elvonul. Hát ezek elmentek. Még nem tartok ott. Itthon velünk a stúdióban Varga Szabolcs történész. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Na hát 1552-ben járunk, ugye nagyjából 26 évvel vagyunk Mohács után, és 10-11 évvel vagyunk Buda eleste után. Miért fontos a töröknek Eger? Eger már csak az 1552. évi hadjáratoknak, ha úgy tetszik, az utolsó fontos láncszeme lenne, amit hogyha elfoglalnak, akkor elérik azt a stratégiai célt, hogy az erdélyi fejedelemséget, amit ekkor még nem így hívnak, a keleti királyságot, amely szapolyai uralma alatt áll egyébként, és a Habsburg országrészt
el tudják egymástól annyira szakítani, hogy ne jusson végre eszébe a magyar politikai elitnek az ország újraegyesítése. Úgyhogy, ha végignézünk az eseményeken 1552-ben, amiben azért van egy hatalmas területi veszteség magyar oldalról, elesik a Temesköz, Temesvár központtal, elesik az előtte való évben tényleg modern módon felépülő Szolnokvára, elesik egész Nógrád több kisebb várral, ebből Drégei a legismertebb, de elesik a Balaton felvidéken például Veszprémvára is, a mérleg hatalmas területi nyereség az oszmánok számára, és az utolsó lépést viszont nem sikerül megtenniük, azt, hogy Egerrel végre lehetővé váljon, hogy az út Kassa felé szabaddá váljon, ami egy nagyon gazdag terület, hiszen kereskedővárosról van szó, gazdag bortermővidékekről, és megmarad az esélye annak a keresztény magyar királyság számára, hogy az út továbbra is járható legyen Erdély és a részek felé. Folytatjuk még a beszélgetést minden esetre önnel is Egerről. Most visszatérünk viszont Egerbe, ahol Kata az eredeti vár nyomait kutatja. Annak idején azért ugye nem így nézett ki a vár és a környéke. Azt úgy lehet tudni, hogy körülbelül hol helyezkedtek el a török csapatoknak a táboraik? Igen, nagyjából lehet tudni. Gyakorlatilag teljesen körülvették a várat. A dombvonulatokon, a várat és a várost körülövező dombvonulatoknak a peremén voltak az első sátrak. Körülbelül 1,5 kilométernyi távolság az, ami még belesett a várbeli ágyuknak a lőtávjába, tehát azon kívül kellett, hogy letáborozniuk. A vár az már ugye nem az 52-es állapotokat mutatja, hanem azóta rengeteg átépítés történt. Igen, sajnos a vár 1552-ben olyan romos állapotba került, és annyira megsérült, a törökök annyira összeütötték, hogy teljesen föl kellett újítani. És az 1552-t követő 30 évben gyakorlatilag végig folytak az építkezések, egészen a 15 éves háború kitöréseig. Új bástyák épültek, felkészültek az ágyútűzre, felkészültek az aknaharcra, tehát korszerűsítették a várat. Igaz, teljesen sosem készült el. Ezt tudjuk abból, hogy maradtak fönt ábrázolások a visszafoglalás után, sőt a Rákóczi szabadságharc idejéből is, és látszik a rajzokon, az ábrázolásokon, hogy még akkor sincsenek befejezve a falak teljesen. Na akkor nézzük is meg a vár többi részét, hát ha találunk még tényleg eredeti falakat, vagy eredeti köveket. A külső vár az hol terült el, vagy meddig húzódott? A külső vár és az egri vár meglehetősen kiterjedt volt. Itt, ha kinézünk a belső vár fala fölött, akkor az a legszélső házsor, ami a domb tetején húzódik végig, az a házsor jelöli az egykori külső várnak a keleti határát, körülbelül addig húzódott a külső vár. És ha arra elnézünk, ott végig a dombok tetején, vagy a dombokig terjedtek a törököknek a táboraik? Igen, tudjuk a forrásokból, hogy a környező dombokon távoroztak a törökök, illetve később, ugye ez jó kilátást és lehetőséget ad, a későbbi ostromok során is az ellenséges hadseregek mindig azt a dombsort és a völgyet körülvevő dombsort foglalták el. Az imént említettük, hogy azért valahol fellelhetők eredeti kövek, meg eredeti falak. Melyek azok? Igen, hát éppen itt pontosan szembe velünk egy rövid falszakasz az, amiről pontosan tudjuk, hogy már 1552-ben is élt, illetve létezett, és kiállt az ostromot. Itt van velünk a stúdióban Ringer Csaba, a Dobó István Vármúzeum igazgatója. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Na, hát a várfelújítások korát éljük, látjuk Regécet és még más várakat is. Mi a helyzet Egerben? Ott is van várfelújítás? Természetesen Egerben is zajlik a várfelújítás. Ugye több lépcsőben egyébként, hiszen több program is indult erre. Ugye a Nemzeti Kastély és Nemzeti Várprogram keretében zajlik az egyik nagyon jelentős felújítás, amely reményeink szerint az idei esztendőben véget fog érni. Ugye elsősorban a déli részét érinti a várnak ez a felújítás. Ugye új fogadóépület, déli fogadóépület épült, és a Varkocs kaputorony is visszaépült. Ugye ez egy visszaépítés, gyakorlatilag hiteles dokumentumok alapján történt gyakorlatilag a rekonstrukció, ugye megelőzte művészettörténészi kutatás is, és hát most majd egy olyan képet fogunk látni, amit Ferdinánd Zinzendorf rajzai alapján
véleményezünk, hogy, hogy így nézett ez ki akkoriban. Ebbe tartozik bele még a déli ágyudomnak ugye a felújítása, rekonstrukciója. Annyiból érdekes ez a beruházásban érdekes volt, hogy korábban ez egy nem kutatott terület volt, és hát előkerültek olyan, olyan törökkori falak, amelyek arra utaltak, hogy a, ugye a korábbi ilyen cölöp támaszos ágyudombot a török átépítette, és ez egy megerősítette, és gyakorlatilag falakkal vette körbe. Úgyhogy előkerültek ezek a falak, és hát ennek a rekonstrukció is most megtörténik. Már látható egyébként a dobótérről, hogy milyen monumentálissá vált így ez az ágyudomb. És hát mellette még van egy cipóosztóházunk az alatta levő pincével, amely ugyancsak rekonstruálva lesz majd. Illetve hát most már ez is látható. Ugye nagyon lényeges, hogy van egy másik ütemünk is itt a déli oldalon, amely elsősorban a déli belső várfalnak a felújítását célozza meg, és hát a másik, hát kicsit nehéz történet számunkra az a Szép Bástya rekonstrukciója, amely egyébként 2016-ban elkészült, de ennek a megerősítése vált szükségessé ugye a 2021-es eseményeket követően, és ezt is az idei évre tervezzük még. Mégiscsak azt hiszem, hogy a nagy közönséget valójában most már várfalakkal kicsit nehezebb megfogni. Mi mindent kell még tenni ahhoz, hogy kedvelt turisztikai helyszín legyen Egervára, de azért be lehessen mutatni hitelesen a történelmet is. Én azt gondolom, hogy szükség van úgynevezett interpretációkra, attrakciókra. Nem nagyon szeretik ezt a szót, azt gondolom, hogy attrakció, de mégis amikor arról beszélünk egy ilyen pályázatnál is, vagy ilyen projektnél is, akkor azt mondjuk, hogy ez az Egri vár turisztikai attrakció fejlesztése. Ugye a modern kor emberének vannak bizonyos igényei, amelyeket ki kell elégítenünk. Tudom, hogy nagyon sokan szeretik a várfalakat, szeretik a romokat, megélni egy kicsit ezen keresztül a történelmet, de ahhoz, hogy kiszolgáljuk a modern kor emberét, fejlődnünk kell nekünk is a váron belül. És egyébként hát meg kell próbálni hitelesen, kórhűen interpretálni azokat az ismereteket, amelyeket a történészeink kikutattak, és amelyeket ismernek, akár egy bemutatóval, vitézi bemutatóval, vagy életmód, gasztronómiai bemutató keretében, és hát élményt kell adnunk a látogatóknak ahhoz, hogy visszatérjenek hozzánk, egy kicsit kizökkentsük őket a hétköznapokból, és nagyon szeretem ezt a kifejezést, hogy egyfajta ilyen szellemi wellnessben vegyenek részt akkor, amikor hozzánk érkeznek, és egy kicsit úgy többet kapjanak, mint egyébként egy, csak a romokról lenne szó. Igen, ez tényleg jó kifejezés. Egyelőre köszönöm a beszélgetést, mindjárt folytatjuk. Mi pedig most fedezzük fel együtt az épület alatt húzódó titkos föld alatti folyosókat, melyek nem egyszer főszerepet játszottak a vár életében. Most pedig hírszerzőnek állok, és kiderítem, hogy még minden zajlott itt a föld alatti járatokban. Annak idején is ilyen marcon a katonák őrizték ezeket a járatokat, és itt hozták, vitték a híreket, ha minden igaz. És már itt is van Gergely, aki mindjárt beavat minket abba, hogy mi is ez a föld alatti összekötő folyosó? Mit kötött össze ez a járat? A hátunk mögött lévő Bornemisza Gergelyről elnevezett 1553-55 között épült bástyát, az 1572-ben épült Diakáti Füles bástyával. És ez egy eredeti, ugye? Tehát ezt nem utólag alakították ki, hanem pontosan, ez akkor is így áll, ezek a kövek, minden így van, ez akkor teljesen is eredeti, maga a bolcolat is eredeti, illetve az oldalfalon látható szellőzőkürtők is azok. Ezek az oxigénellátást biztosították a katonák számára. És a katonák itt masíroztak. Így van. Hú, hát ez a rettentő izgalmas. Na mi is masírozunk tovább, és eljutunk a kazamatákba, igaz? Így van. Ó, jó kis szűk járat,
És az igaz, hogy itt közlekedtek a katonákon kívül mondjuk a hírszerzők is, és a kémek itt hozták a híreket? Pontosan, de az elsődleges funkciója ennek az volt, hogy aknafigyelő folyos volt, tehát ugye az ellenséges aknák elhárítására, illetve észlelésére és lokalizációra építették ezeket. Olvastam például, hogy a törököknek is volt egy olyan próbálkozásuk, hogy egy föld alatti járatot ásva próbálják meg megszállni a várat, de az valamiért meghiúsult. Igen, ugye 52-ben minden ilyen próbálkozás sikerült meghiúsítani, sajnos 1596-ban, amikor vár elesett, az jó részt ennek volt köszönhető, hogy nem sikerült meghiúsítani az ellenséges aknaásásokat. Elágazáshoz értünk, és itt van egy ilyen bemélyedés a falban. Ez micsoda? Bevájt őrhelyeket alakítottak ki annak érdekében, hogy az ellenséges aknaásást jobban lehessen lokalizálni. Ugye jellemzően rézüstöket helyeztek el ezekben az üregekben, amiben vizet töltöttek, és amikor az ellenséges aknaásás közeledett, akkor a víz felszínen remegett. Hát én ezt most hiába kongatom, ugye? Hát nem vagyok egy ellenséges. Hopp, de azért megmozdult egy kicsit. Rettegjetek! Hát ez nagyon izgi. Még lejjebb megyünk a föld alá. Ez az a helyszín, ahol 1596-ban egy ellenséges aknaásás sikerrel járt, és sajnos ugye 50 magyar vitéz, amikor ellenaknát próbáltak ásni ezen a helyszínen, a törökkel szemben, Cristoforo della Stella olasz hadmérnök vezetésével, akkor sajnos a török lőpor töltet hamarabb robbant, és így mindannyian itt vesztek. És akkor ez így be is robbant? Pontosan ez a folyosó szakát, ez teljesen berobbant, és igazából a boltozat ugyan kibírta, de megrodjant, és ezt a legújabb felújítások során sikerült csak bemutathatóvá tenni. Mindez idáig csak Google-val lehetett itt közlekedni. Ennek a járatnak sosincs vége? Tesz ez végtelen, vagy visz egyáltalán valahova? Hát igazából most érünk el a végére. Tudnélik, az aknafigyelő folyosót azt megépítették, de a ágyútermet azt nem. 1596-ig nem sikerült befejezni, úgyhogy ott vakvágány. Aha, tehát ez egy zsákutca. Pontosan. Akkor innen nincs kiút. Hát megpróbálok akkor valahogy visszamenni, hát ha visszatalálok, és ha kitalálok ebből az alagútrendszerből, akkor megígérem, hogy én is hozok egy de egy jó hírt. Gárdonyi Géza életében az egri csillagokból 4 kiadás jelent meg, 1901-ben, 1905-ben, 1909-ben és 1913-ban. De most egy egészen különleges egri csillagok kiadványa készülnek Egerben. Igen, gyakorlatilag a Magyar Géniusz programnak köszönhetően a megyei könyvtár, Bódi Sándor megyei könyvtárral együtt a Dobó István Vármúzeum tudott egy kutatási projektet indítani, amely során azt vizsgáljuk, hogy milyen különbségek vannak a 4 kiadás között, és gyakorlatilag elkészül egy úgynevezett igazi nagykönyv. Ugye nagykönyv pályázaton annak idején az egri csillagok nyert, és ebben mind a 4 kiadás egyszerre olvasható egymás mellett. Ugye most már nyomdában van egyébként ez az anyag, és hát utána megtörténik majd ennek a bemutatója. Egy kicsit úgy azt próbáljuk meg ezzel érzékeltetni, hogy illetve a kutatók bemutatni, hogy hogyan változott az egri csillagok, illetve Gárdonyi Géza hogyan változtatott az egyes kiadásokon. Vannak bizonyos momentumok, amik azt gondolom, hogy igen érdekesek, és nagyon jó, hogy egyszerre ugye egymás mellett olvasva lehet ezeket a különbségeket kiszűrni, és esetleg vizsgálódni, hogy akkor mi lehetett ennek az oka. Köszönöm a beszélgetést, jó munkát kívánok Önnek! Köszönöm! Egerben a várfalakon nem csak a férfiak harcoltak hősiesen, hanem az asszonyok is kivették a részüket a küzdelemből. Nézzük, hogy kik voltak ők. Most visszamegyünk Egerbe, ahol Kassai Kata korabeli viseletet is felpróbálta. Dobó Katica személye városi legenda, bár ugyan létezett Dobó Istvánnak lánya, de őt Krisztinának hívták. Ellenben az egri nők hősiessége nem városi legenda. Hogyan vették ki a részüket az asszonyok az ostromból? Több mint 50 hölgy tartózkodik itt az egri várban, 1552-ben, és mondjuk úgy, hogy a modern szóval a logisztikában veszik ki a részüket, de valóban van olyan rész az ostromnak, az utolsó időszak, amikor segítkeznek, be is állnak
tudjuk, hogy itt pont, ami mellett vagyunk, a Földbástya és a Tömlöcbástya területén aktívan részt vesznek az ütközetben. Van egy listánk, amihez Gárdonyi Géza is hozzájárult egyébként, de Tino Bilantos Sebestyéntől ismerjük, és ott nagyon kevés hölgynek tudjuk a nevét. Vas Ferenc Anyósa és Kocsis Gáspárné, akiket név szerint ismerünk. És tényleg öntöttek szurkot meg, forró vizet, vagy hogy volt ez? Forró vizet igen, gulyáslevest nem, mert azt szokott még felvetülni. A szurok pedig felforrósított fenyőgyanta, amit építkezéshez használnak, van a várban, és igen, abból is öntenek, de a víz az a legegyértelműbb, mert az korlátlanul rendelkezésre áll, és a forró víz borzasztóan éget. Beöltöztem egy korhű viseletbe. Hát nem lehetett könnyű azért ezekben a szoknyákban úgy ezeket a vizes hordókat cipelni. Mi jellemezte a kor öltözködési stílusát? Férfiak mondjuk úgy, hogy keleties viseletben vannak, dolmányt és mentét viselnek, ami utána a díszmagyarban tükröződik vissza. Nagyon szép kötött gombjaik, meg ötvösök által készített gombjaik voltak, illetve zsinórövet hordanak, ami később a huszárviseletben látszódik. A hölgyek pedig, amit lehet rajtad látni, ugye ugyanúgy inget, mert hogy az férfiaknál is van, ugye ez az alsó ruha. Uh-huh. Felette pedig ruhaderekat vagy vállat és szoknyát viselnek, felette pedig kötényt lehet látni. És hoztál nekünk mindenféle tárgyakat, amik egészen friss leletek. Ezek mit árulnak el itt az itteni életről? Vári és városi ásatás, van olyan, ami a héten került elő. Pipákat láthatunk például, ugye a dohányzás szokását, azt a törököktől vesszük át. Nyugat-Európában is dohányoznak, itt van például egy ilyen hollandi típusú pipa, de nálunk a török mintára használatos pipákból fejlődnek ki a tipikus magyar pipák is. Nagyon szép díszítettek, ugye látjuk, hogy zöldmázas is van közötte. Mondjuk itt hoztam a kedvencemet, ez a tulipánból jön ki a feje. Nagyon kicsi kéményük van, mert nagyon drága a dohány. Illetve a kávézás szokása az, ami még a törökökhöz köthető, ugye a fekete leves. Innen Eger várából több mint 1000 darab ilyen csészét ismerünk. A fele kínai porcelán, ami borzasztó meglepő, de Selyem úton hozzák ide hozzánk. És még egy érdekesség, hogy a törökök állítólag menekültek az asszonyoktól, ugyanis az ő hitük szerint egy muszlim férfi, hogyha egy nő keze által hal meg, akkor ez sosem juthat el a paradicsomba. Most nézzük, hogy mi minden lesz még a mai műsorban. Regény, film és ami valójában történt. Mennyire hiteles Gárdonyi regénye és az abból készült 1968-as film. Az igazi dobó. Hogy nézett ki valójában és mi lett a sorsa a legendás várkapitánynak? Aki törökre fordította az egri csillagokat. Hogyan fogadták a törökök a magyar regényt? Tinódi és a Zsoldos könyvek. Mennyire hiteles a nagy dalnok az egri eseményekkel kapcsolatban? A 150 éves hódoltság érthető következménye, hogy a magyar köztudatban és a regényekben a törökök jellemzően a negatív hősök szerepét kapják, mint például Jumurdzsák az egri csillagokban. De mit szólnak vajon mindehhez a törökök? És miért jut eszébe mégis egy török orvos műfordítónak, hogy az egri csillagokat törökre fordítsa? Erdal Salihoğlu-val beszélgetünk, akit isztambuli otthonában kapcsolunk. Jó napot kívánok önnek! Jó napot kívánok! Na hát ön népzenész, orvos és műfordító. Hogy találkozott először a magyar kultúrával török emberként? A magyar kultúrával találkozásom pont zenén. És hogy jutott eszébe az, hogy az egri csillagokat lefordítsa, és ha már lefordította, akkor utána hogy fogadták Törökországban? Amikor a 2005-ben a nagykönyv versenyben a legnépszerűbb könyvnek vagy regénynek választotta az olvasó, akkor tényleg észrevettem, hogy hát ez a világ, ha jól tudom, 19 nyelvére fordított, de törökre nem. Csak törökről és magyarról szól, minden, majdnem minden nyelvre fordított, de törökre nem. Csodálkoztam, ez furcsa volt. Plusz, mikor jobban értettem a szöveget, ugyanazokat láttam, amelyeket
a saját múltam, saját történelmemben tapasztaltam, és olvastam, és tanultam. Bátorságról szól, hűségről szól, mit tudom én, hazaszeretetről szól, és ember a legnépszerűbb és legszebb érzéséről, a szerelemről szól. És akkor sokkal jobban közel éreztem magam a könyvhez, és ezeket be akartam mutatni a népemnek, az embereimnek, a testvér magyar nép érzéseit a saját és a közös múltunkról. Ugye velünk jössz Erdélybe? Azt ígérted, hogy örökké és bármi lesz, és ha a poklok kapuja nyílik. Nem, értsd meg! Én nem bújhatok a királyi asszony szoknyája mögé. Valamit tenni kell. Várj meg, Éva. Akármikor jössz, megvárlak. És hogyan fogadták Törökországon? Persze nem mondhatom, hogy több ezren, hanem 2050 darab. Két kiadásban összesen jelent meg. De magyarok sokszor kérdeztek ezt, hogy hogyan fogadták. Talán azt várják, hogy hát dühösek lesznek a törökök emiatt az ellenség miatt, de nem, nincs nagy ellenség benne, nagy török ellenség benne. Az egy háború volt 500 évvel ezelőtt. Nem csak ez, az hatalmas oszmán birodalom hosszú életében, ez tényleg egy részlet, kis részlet volt. Senkitől sem rosszat, egyáltalán ex-rosszat se nem hallottam. Mert ennyit mondhatom a fogadás. Köszönöm a beszélgetést, te se küraderim. Bentesség, Küreder, köszönöm én is. Kedves nézőink, most pillantsunk bele a filmbe, s hogy miért épp ezt a részletet választottuk, rögtön kiderül. Felség! Dobó István, Eger kapitánya szorongatott helyzetében erősítésért esedezi. Kedése! Jaszlakta! Mestét! Dringende bitte des Kapitän Dobó aus Burg Eger! Bide ajuda para el Castillo de Eger! Digále algo? Sagen Sie mir etwas. Szóval mondjak valamit. Uram, ő felsége már küldött erősítést. Személyesen küldte el Bornemissza hadnagyot 150 gyalogossal. Azon felül pedig az a véleménye, hogy a magyar földvédelme a magyar nemesek ügye. Elég vagyonuk van. Gondoskodjanak az országukról. Ha megnézzük az Egri csillagok filmváltozatát, akkor azt látjuk benne, hogy Dobó igyekszik többfelé is segítséget kérni. Császártól, pápától, de mindenhol falakba ütközik, és végül nem érkezik a segítség. Hogy ez valóban így volt-e a valóságban is, azt most Kanász Viktor történésszel beszéljük meg. Valóban van az Egri csillagok filmváltozatában két olyan jelenet, ami magában a regényben nem szerepel, mind a kettő ide kötődő. Az egyik, amikor elmennek Buda elfoglalása után a pápához segítséget kérni Dobóék, és a pápa igazából nem foglalkozik a magyar ügyekkel, nincs is nagyon képbe azzal, hogy mi történik Magyarországon, ki Izabella királyné, ki Fráter György. A másik pedig, amikor elmennek magához első Ferdinándhoz, és azt üzeni igazából Ferdinánd, hogy a magyarok elég nagy urak ahhoz, hogy megvédjék a saját országukat, van elég pénzük hozzá. Ez a két jelenet így beleívódott a retinánkba, viszont ezzel szemben, ha megnézzük a forrásokat, akkor egészen másképp bontakozik ki. De már a regényt is megnézhetnénk. Pontosan, ugye magában a regényben se szerepel ez a két jelenet, és a korabeli levelezések is arról szólnak, elsősorban például magának első Ferdinánd királynak a levelezése, vagy a Ferdinánd mellé küldött szentszéki nunciusnak, Girolamo Martinengo nunciusnak a levelezése, arról szól, hogy
mind első Ferdinánd, mind pedig Róma, maga a pápa számon tartotta azt, hogy mi zajlik a magyar hadszintéren, nem csak Eger tekintetében, jóval korábban a Szabolcs által már említett Temesvár, Szolnok és a többi kisebb vár ostromát is rendszeresen lejelentették Róma felé. Ferdinánd maga is nagyon aggódott a várak sorsa miatt, és a később viszont tényleg azt láthatjuk, hogy Eger egy kivételes szerepet kap ebben az 1552-es évben, és kifejezetten sokat foglalkoznak vele a korabeli nunciusok is, olyan szempontból is, hogy nem csak az eseményeket írják le pontosan, hanem mondjuk egy katonaföldrajzi leírást is adnak pont Egerváráról, megemlítik azt, hogy egy jól megerősített várról van szó, ezzel szemben viszont nehezen védhető a szomszédban található magaslat hegy miatt, amit talán a királyszéke hegyel, dombbal azonosíthatunk. Ugyanakkor természetesen felmerül. Ezeket ön nézte meg, ezeket a dokumentumokat? Igen, részben kiadott, részben kiadatlan dokumentumok. Egyrészt a bécsi nunciusnak az iratanyaga, másrészt pedig a velencei nunciusnak az iratanyagáról van szó. Ez a Vatikánban lehet megtalálni? Szétszórtan, javarésze Vatikánban és Bécsben található. Érdekes egyébként, a velencei nuncius például tud a híres tűzes kerékről is, legalábbis annak a lecsapódásáról is ír a jelentéseiben. Ugyanakkor felmerül a kérdés jogosan, hogy ha ennyire érdeklődött Ferdinánd, valamint a pápa is, akkor hol maradt a segítség? Miért nem érkezett végül meg Eger alá az a felmentő sereg, amely adott esetben segíthetett volna a Dobóéknak? Ahhoz, hogy ezt megértsük, egy kicsit tágabb perspektívát kell néznünk, és az összeurópai hadszínteret kell áttekintenünk, és ezzel kapcsolatban azt láthatjuk, hogy a korabeli Habsburg birodalom, mind első Ferdinánd, mind pedig a testvér 5. Károly császár, az talán uralkodásuk egyik legnehezebb évét élték meg 1552-ben. Egy klasszikus többfrontos háborúba keveredtek. Itáliában is háború zajlott. A franciákkal, a Valois-házzal szintén felújultak a problémák, és az egyik legnagyobb baj pedig az volt, hogy magában a birodalmon belül is egy nagyon komoly vallási háború dúlt, ahol többek között Szász Móricz herceg vezetésével hadjárat indult a császár ellen, majdnem személyesen magát a császárt is foggyulejtették ennek során, és mindeközben pedig keletről, délről az Oszmán Birodalom is támadást indított első Ferdinánd magyar királysága ellen, így bezárult a kör tulajdonképpen, és nagyon érdekes, ahelyett, hogy maga a császár, aki elvileg korlátlan lehetőségekkel rendelkezik, ő neki kell segítséget kérnie első Ferdinándtól, mind katonai, mind pedig pénzügyi segítséget, hogy az általa a főhadszintérnek tekintett francia hadszintérre segítséget tudjon, katonaságot tudjon vezényelni, és emiatt Magyarországra nem jut elég ember, katona és energia, és érdekes, hogy Ferdinánd megpróbál mindent megtenni annak érdekében, hogy személyesen hadba tudjon szállni a magyar hadszintéren, és megfelelő erőket tudjon mozgósítani. Ez viszont pont az előbb említett problémák miatt nem sikerül, és egy mondhatni bravúros politikai csellel sikerült megoldania valamennyire a problémát, vagy kezelni ezt a helyzetet. Sikerült elintéznie azt, hogy a lázadó német fejedelmek megbékíjenek, sőt, egyiküket, az előbb említett Szász Móriczot a saját oldalukra állította, és elérte azt a nem mindennapi teljesítményt, hogy Szász Móricz, aki eddig ellenség volt, az most egy 10-15 ezer fős hadsereggel a magyar hadszintérre érkezik, elvileg az oszmánok ellen. Mi a probléma, miért nem ér ez a hadsereg végül Eger alá? Azért, mert egyrészt kicsi maga ez a sereg, 10-15 fővel nem lehet hatékonyan szembeszállni, viszont Győrben beássák magukat, és több próbálkozás is kirajzolódott azzal szemben, hogy Esztergomot megpróbálják megtámadni, és ezzel elvonni valamennyire a csapatokat Eger alól, és bár nem sikerül sem Esztergom ostroma, sem pedig Eger kvázi felmentése, mégis az egy fontos pont volt a korban, hogy az oszmánok is lássák, hogy ha Magyarország ellen támadnak, akkor a birodalom bármilyen egyéb francia ígérgetéssel szemben kész Magyarországnak mind katonai, mind pénzügyi segítséget nyújtani. Köszönöm a beszélgetést. Kedves nézőink, ha Eger ostromára gondolunk, leginkább Tinódi Lantos Sebestyén híres dala jut eszünkbe, de vajon mennyire volt hiteles a nagy dalnok? Mit mondanak erről az eredeti források? Máját írom Egervárának,
megszállásának viadarjának. Az első magyar haditudósító nem más volt, mint egy költő, Tinódi Lantos Sebestyén. Korának hétköznapi emberei döntően az ő dalaiból tudták meg, mi történik épp az országban. Tinódi Egervárának ostromát is megénekelte, néhány hónappal az 1552-es ütközet után. A történészek ma sem találnak részletesebb beszámolót az Egervár viadaljáról való éneknél. Az, hogy hogy történt az ostrom, illetve hogy Gárdonyi Géza honnan tudta leírni az ostromot ilyen részletesen, ennek szinte az egyetlen forrása Tinódinak a műve, ahol ő sorra leírja egy ilyen verses költeményben, hogy az ostrom hogyan történik, melyik napon mit ostromoltak leginkább, ki az, aki elhunyt, kit öltek meg. Ostrom közben ugye a egrinőknek a hőstette, hősies helytállása is nála is megjelenik, és lényegében ezt a néhány oldalt, ami Tinódinál egy jó pár verszak, Gárdonyi kibontja, és egy sokkal hosszabb elbeszélő részletet ír erről az ostromról. Az vitéz dobó István fűhad nagy. Tinódi verséből ismerhetjük meg a várvédő katonák, tisztek neveit. Gárdonyi az eskütétel utáni vacsora jelenetében sorakoztatja fel a várvédőket. Az 1968-as filmadaptáció szintén nagy gyakorisággal említi az ostrom hőseit. Lelőjetek! Török János vagyok! Velesetek dobókapitány elé! Nem csak Tinódi éneke az egyetlen hiteles forrás. Egy évvel az ütközet előtt, 1551-ben készült egy zsoldjegyzék a hadba álló katonákról és a nekik járó összegekről. Ez a jegyzék jelenleg a Magyar Nemzeti Levéltárban található. Ez egy novemberben készült lista, ami itt előttünk fekszik. És ugye itt föl van sorolva az összes tizedes, illetve az alárendelt összes katona, aki ilyen nagyon kiemelkedő, az Balsányi Imre lenne. Tizedesként van megjelölve. Balsányi Imréből ugye egy kémet csinált valójában Gárdonyi. Ugye ő az, aki kibe lopozik a táborba, viszi a híreket. A zsoldjegyzék és Tinódi listája nem egyezik egészen, aminek az lehet az oka, hogy közben 1551 és 52 között többen elhagyták a várat, vagy esetleg elhunytak. Későbbi sorsuk egy másik roppant izgalmas jegyzékből derül ki. Ez az a híres jegyzék, ami ugye a könyv végén is található, ahol felsorolják azt, hogy az Eger védői közül kisebesült meg, hogyan, mekkora jutalmat kap. A jutalom a legkiemelkedőbb résztvevők esetében magasabb tisztség elnyerése volt. Dobó István bárói oklevelet kapott. Minden nemesi ranggal kitüntetett résztvevő, köztük Tinódi Lantos Sebestyén is saját maga tervezte meg címerét a kérelemhez. A címerét ugyan nem festették meg, valószínűleg nem volt rá pénzem, ezért külön pénzt kellett fizetni, viszont a címer maga az megmaradt a nemesség kérő levelében. Bornemissza Gergely és Megcsei István későbbi tragikus sorsáról is ezekből a feljegyzésekből tudunk. Tinódi további életéről kevés adatunk maradt. Dobó Istvánnal haláláig jó viszonyt ápolt, annak Erdély udvarában élt néhány évig. Az Egerostromáról szóló nagyművének befejezése után néhány évvel hunyt el a 16. század nagy krónikása. És most folytatjuk a valóság, a regény és a film összevetésével, most már Varga Szabolcs történésszel megint. Szóval, hogy viszonyul egymáshoz ez a három? Mindegyiknek köze van a másikhoz, illetve hát természetesen a valóság és a mit sem tudott a 20. századi állapotokról, de hát ha jól megnézzük, Gárdonyi Géza egy alapos kutatómunkát végzett, amikor megírta ezt a regényét, ami 1901-ben megjelent. Tehát akkor van két időpontunk, 1552 az ostrom, igen, 1901 a regény. Közben azért eltelik 350 év nagyjából. Így van, és ezért minden író a saját korszakának a fogja, ha lehet ezt mondani, és a saját vívódásait írja bele ebbe a regénybe. Itt vagyunk a monarchia kései kifejlett idejében, akkor, amikor a magyar értelmiség szeretné azért millennium után még továbbra is ezt a magyar büszkeséget valahogy fenntartani, ugyanakkor gondolkozik azon, hogy most európaiság, kereszténység. Azt gondolom, ezek a vívódások, hogy hol vagyunk mi a keresztény kontinensben, ez visszaköszön a regénynek alapjain is,
És hát nem véletlen, hogy 1968-ban, ahogy erről már volt szó, olyan elemek kerülnek bele a filmbe, ami pedig a kor politikai elvárásait tükrözik, legyenek a Habsburgok bugyutábban ábrázolva, ami egyébként Gárdonyinak egyáltalán nem volt az érdeke, és legyen benne egy kicsi antiklerikális dolog is, azzal, hogy a pápaságot szintén ilyen elutasítóan ábrázolják. A szereplők mennyire jól vannak ábrázolva? Tehát például a királyné, a kiskirály, szóval ők például hitelesek-e, ennyi idősek voltak-e például, mint ahogy a filmben megjelenik? A korban nem, de hát egy jó színésznő ugye bármit el tud játszani, és hát Rutkai Éváról tudjuk, hogy kitűnő színésznő volt. A 1519-ben született Izabella az ekkor, amikor a filmen ugye 1541-es Buda eleste környéki eseményekben főszerepet kap, alig 22 éves. Nem tud magyarul, valószínűleg egész élete végéig egyébként Izabella talán valami latinsággal kommunikált a környezetével. Hát Rutkai Éva ennél jóval idősebben játszotta el ezt a szerepet, és maga a kis János Zsigmond pedig alig egy éves, amikor a szultán sátrába viszik, nem egy 2-3 éves totyogós fiúcska. Igen, tehát csecsemőként vihették oda, amikor vitték. Na most egyébként a szereplők azok hitelesek-e így? Ugye nem ott játszódik a film, tehát nem Egerben forgatták a filmet, hanem Pilisboros Jenőn építettek fel egy várat, aminek egyébként bajvívók nagyon örülnek, mert rendszeresen megvívják ezt a várat mostanában is. Szóval a hely és a szereplők hitelesek-e? A kor viszonyai között, tehát amikor 1968-ban a mozinézők először találkoztak ezzel az alkotással, le voltak nyűgözve, és nem véletlen, ez egy rendkívül modern film volt. És amennyire a vár, ma sem tudjuk a pontos 1552. évi állapotot, hiszen szintén volt már arról szó, hogy sokkal inkább az 1580-as, 90-es évek egri várát ismerjük jobban a forrásokból, az is, ami ma is inkább megtekinthető. A szereplők pedig, hogy milyen lehetett Dobó István, itt ugye van benne egy nagyon atyáskodó, egy nagyon jó karakter, amit kap mind a regényben, mind a filmvásznon. Hát Dobónak éppen az utóélete mutatja, hogy ennél jóval összetettebb személyiség volt ő. Igen, Sinkovics Imre játszotta ugye a filmben. Így van. Katonák voltak ugye a harcosok nagy részt, a török harcosok legalábbis. Honnan lehetett legolcsóbban statisztát szerezni 1968-ban, hogyha nem a sorkatonaságból? Hát persze, de valószínűleg életük legnagyobb élménye volt akkor ezeknek a fiatal, tizenéves srácoknak, akik egy nyarat nagy színészek környezetében tölthettek. De van ennek ma is valami leképeződése? Van, hiszen ezek az emberek ma már nyugdíjasok, és pont emiatt, hogy a filmnek van egy örökös kultusza, azért nem tűnt el, mint oly sok más alkotás, folyamatosan napirenden van, hát látható különböző világhálós bejegyzésekből, hogy számon tartják azért, hogy ők ott voltak, mire emlékeztek, és azok a történetek is előjönnek, amik a hivatalos megnyilatkozásokból nem, hogy aludtak, hogy szórakoztak a forgatások szüneteiben, és elég mókás képek is felkerülnek a világhálóra ezekből a verkfotókból. Na hát ezeket érdemes még megnézni minden esetre, mindjárt folytatjuk a szereplők utóéletével. Vannak, akiket festményekről ismerünk, és vannak, akikről még az sem készült, vagy nem maradt ránk. Ilyenkor segít az antropológia és a szobrászat, hogy megidézhessük az egykor élt szemét, milyen is volt valójában. Dobó István esetében a kutatók számára a koponyája állt rendelkezésre. A török kitűzte a fekete zászlót. Ez az ő nyelvükön azt jelenti, halálfia a várban mindenki. Hát, ha meg kell halnunk, barátaim, halljunk meg úgy, ahogyan éltünk. Ne mocskolódjék be a nevünk. Dobó István az eszes és bátor várkapitány, ahogyan Gárdonyi Géza elképzelte, és Sinkovics Imre megjelenítette az Egri csillagok című játékfilmben. De milyen is lehetett valójában a 16. századi magyar történelem egyik legnagyobb alakja? A hős várvédőről nem maradt fenn korabeli ábrázolás. Néhány évvel ezelőtt azonban sikerült meglelni sírhelyét az egykori birtokán álló Dobó-Ruszkai templomban. A sírját fedő szarkofág fedlapján találkozhatunk a fia által készítetett arcképpel.
A kutatók számára pedig most már rendelkezésre állhatott az egri hős koponyája is. A szobor egy eredeti koponya alapján készül. Igyekeztem az eredeti koponyához közelíteni, úgy a szemüreg állásában, úgy a homlok és az orrcsont találkozásánál, ami érintetlen maradt, hogy mindenben megfeleljek annak, hogy az eredeti koponyához hasonlítson. Jelen esetben a gipszkoponyára agyakban dolgoztam fel a lágyrészvastagságokat, azért, mert nagyon szépen megmutatkozik az agyakban az összes mimikai izom. Gábor Emese szobrászművész a Magyar Természettudományi Múzeum felkérésére készítette el Dobó István arcrekonstrukcióját, melynek utolsó lépése a haj, a szemöldök és az arcszőrzet kialakítása. Csak leírásokra lehet támaszkodni, illetve korabeli rézkarcokra, és mivel róla pont nem maradt fönn, azokat a katonákat tanulmányoztam, akiket az egri várvédőkről rajzoltak, festettek. Rövidebb szakáll mellett döntöttem, ugyanis az összes katona ábrázolás akkoriban ilyen rövidebb, tömörebb szakállal ábrázolta, hiszen az a hosszú becsípődne, hogyha forog, elég alkalmatlan lenne. Manapság az arcrekonstrukció segítségével bármely ép koponyára visszavarázsolható az eredeti arc. Viszont felmerülhet a kérdés, mennyire lehet pontos egy ilyen eljárás? CT készült a koponyáról, a CT-ről pedig 3D-s nyomtatás. Ez alapján készült már egy arcrekonstrukció a Magyar Természettudományi Múzeumban korábban. Arról készült gipsz koponyáról dolgoztam. Most már ugye rendelkezésre áll egy csomó minden, ami régebben nem. Én a manchesteri metódussal kezdeném, az egy bűnügyi arcrekonstrukciós metódus, ami egy tisztán a lágyrészvastagságok felrakása, 50 mérőpont alapján dolgoztam, viszont ezt kombináltam az izomzat felrakással, ami egy régebbi metódus, amikor még nem voltak meg ezek a lágyrészvastagság mérések, akkor egyszerűen anatómiailag felrakták az izomzatot, a kötőszöveteket, a bőrt. És hogyha ezt a kettőt kombinálom, akkor ez egy tökéletesebb eredményt tud kiadni. A csontok alapján ma már azt is tudjuk, hogy Dobó a korban kifejezetten magasnak számított. Mintegy 180 cm magas, erős testalkatú férfi volt. Az új tudományos módszereknek köszönhetően pedig végre megismerhetjük a 16. században élt legendás hős valódi arcát is. Ilyen volt Dobó István, az egri hős. Akkor most nézzük meg, hogy mi lett a sorsuk a hős várvédőknek. Dobóról már ejtette az előbb egy pár szót, hogy nem Sinkovics Imre, mondjuk, hogy a kedvességével élte az életét. Igen, tehát katona emberekről beszélünk, és ha lehet azt mondani, Gárdonyi Géza lehető legjobb pillanatban hagyta abba a regényt, hagyta abba a szereplők életének a bemutatását a győzelem után, hiszen mind valóságos személyekről beszélhetünk, akár Dobó István tekintetében, akár Bornemissza Gergely tekintetében, akár a vicekapitányi tisztet betöltő Megcse István tekintetében, és egyikük sem ágyban párnák között dicsfénnyel a homlokukon múlt ki ebből az árnyékvilágból. Megcse István magyar parasztok fogják pár évvel később agyonverni. Katonaemberről van szó, aki adót szed be, aki teljesen más mentalitással áll hozzá a mindennapokhoz, mint egyébként a civil lakosság. Ez ma számunkra a magyar vitézeket övező glóriától nehezen látszik, de hogy tényleg más számára az érték, ő így veszti az életét. De, aztán, de kapitány volt előtte Egerben, nem? Tehát ő átvette Dobótól a kapitányságot? Rövid ideig, igen. Rövid időre. Dobó azonnal lemond 1553-ban, és el is hagyja a várat akkor, amikor az uralkodó nem teljesíti a feltételeit, hogy megerősíthesse a várat, és amíg nem történik meg az átadás átvétel, addig értelemszerűen a helyettese az, aki ott marad, ez pedig meg Cseh István, egy akkor egyébként elismert katona emberéről beszélünk vele kapcsolatban is. Bornemissza Gergely. Gergelynek sem sok adatik meg, tehát nincs itt idilli házas élet Cecei Évával, aki viszont a írói fantázia terméke. Alig pár év, 1555-ben ott látjuk rabként Konstantinápolyban egy portya során esik fogságba, és nem sikerül kiváltani, és föl is akasztják, tehát hogy még az sincs, hogy esetleg reménye lett volna arra, hogy egy magasabb váltságdíjért egyszer hazakerüljön.
Úgyhogy alig 30 esztendős, amikor ő is eltűnik a történelemből. És Dobó Istvánról beszéljünk még pár szót, mert azért neki elég kalandos élete volt még után. Néhány mondatban tudjuk még ezt érinteni? Röviden, Dobó a Mohács utáni magyar arisztokrácia tipikus alakja, méről jön, saját tehetsége alapján magasra emelkedik, báró lesz Erdély Vajda bányavidéki főkapitány, csak lehet azt mondani, hogy rossz kor van a rossz helyen, a birtokaira más családok is szemet vetnek, van egy új uralkodói politika, Ferdinánd király halálát követően Miksa uralkodása idején, ennek során perbe fogják, börtönben van hosszú évekig, és élete legvégén rendkívül betegen szabadul csak ebből, úgyhogy vádemelésig sem jut el a vizsgálat. Hát ez volt Dobó sorsa, előtte hallottuk már Bornemisza Gergely sorsát és Megcsei István sorsát is, mégiscsak szeretném valami kicsit pozitívabbal befejezni most az adást. Lehet is egyébként, hiszen 1552-ben hosszú-hosszú évek után végre azért volt valami siker, aminek a híre csak-csak elterjedt. Tartást adott a következő évekre, évtizedekre, mind a magyar vitézlő társadalomban, és évszázadokkal később pedig ráirányította a figyelmet erre a 16. századra, a török korra, és nem utolsó sorban nemzedékek tanultak meg olvasni, és vettek könyvet a kezükbe Gárdonyinak köszönhetően. Úgyhogy szerintem ez a pohár több mint félig tele van. Köszönöm a beszélgetést. Kedves nézőink, mai adásunk végére értünk. Következő adásunkban magyar utazók és felfedezők nyomába eredünk. Benjamin Franklinnel nagyon jó kapcsolatban állt Benyovszky Móricz, ő támogatta az ő amerikai ambícióit, ő szeretett volna először csatlakozni a függetlenségi háborúhoz, de mire ő csatlakozott volna a függetlenségi háború éppen megoldásához közeledett. Kedves nézőink, Önök az M5 históriát látták, legközelebb jövő héten ugyanebben az időpontban várjuk Önöket itt az M5 csatornán. Kövessenek minket a közösségi médiában is, műsorunkat újra nézhetik a mediaclick.hu weboldalon és a YouTube-on is természetesen. Viszontlátásra!